A Kelebiai templom ifjúsági kórusa és a Promuzika kamarakórus tette ünnepélyessé a hangulatot. Tumbász Gabriella a kórus megalapítása óta, azaz 48 éve a szabadkai Promuzika kamarakórus énekese. A mai ünnepségre nagyon komolyan kellett készülni, körülbelül egy 2-3 hónapja, hogy megkaptuk, hogy mit, de ezeket a műveket mi többnyire tudjuk, az ilyen rövidebbeket azokat újonnan vettük, mert a Márton Áron püspök emlékére ez egy emlékhangverseny. Prédikációjában Paskó Csaba plébános kiemelte Márton Áron személyének jelentőségét. Azért, hogy Márton Áron közbenjárására, de ugyanakkor az ő példaképére megéljük azt a közösséget, amely szükséges a megmaradásunkhoz. A szentmise során megáldották az erdélyi püspök emlékére készített színes ablaküveget. A vitrást Kórhec pap Zsuzsanna restaurátor tervei alapján készítették el. Akvarellben készítjük el ezt először, ahogy ez tradicionálisan is szokás volt, tehát ezt a technológiát alkalmazták még már 100 évvel ezelőtt is, és akkor a megrendelők jóvá hagyják, hogy tetszik-e nekik, és utána megcsináljuk a nagy kartont, ami alapján a Tiffany mesterei Mészáros Rudolf és Kovács József kivágják az üveg darabokat, megfestjük őket, kiégetjük őket, és hát utána pedig a végén ólomba verődik. Az erdélyi püspök életében nagyon fontos szerepe volt a közösségépítésnek. Ez a határon túli magyarság szempontjából kiemelt jelentőséggel bírt. A vajdaságiaknak, itt ebben a kisebbségben élő magyarságnak is nagyon nagy üzenete van Márton Áronnak. Megmaradni magyarnak lenni, kereszténynek lenni, úgy, hogy minden más nemzetet tiszteljük, becsüljük, velük együtt élve egy hihetetlen nagy gazdagságot megtapasztalunk, megélünk, de a saját értékeinket, a saját kultúránkat nem dobjuk ki ezért az ablakon, hanem ezt még inkább ápolva, ragaszkodva hozzá. A szentmise után a plébánia udvarában lehelyezték a Márton Áron közösségi ház alapkövét.